Üdvözlöm a Kölcsey Televízió nézőit! A mai vikendben szó lesz a Civilek napjáról, bemutatjuk a jubiláló sportévkönyvet és a Jósa András Múzeum legújabb leleteit is megmutatjuk majd. Először azonban a Sóstói Múzeumfalu új területi múzeum igazgatójával, Baloghné Szűcs Zsuzsával beszélgetünk. Jó estét! Szia Zsuzsa! Gratulálunk először is! Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a Kölcsey TV nézőit! Hát 5 éve már itt vagy a Sóstói Múzeumfaluban. Milyenek voltak az első benyomásaid, amikor ide kerültél, és most milyen érzésekkel tölt el, hogy immáron ezt a múzeumot igazgatod? Én örülök neki, hogy egyből mély vízbe pottyantam, amikor ide kerültem 2016-ba. Volt egy 10 éves szakmai múltam már Tiszavasváriban, főleg muzeológiai és múzeumirányítási tevékenység, és egy teljesen új munkakörbe kerültem, mert amellett, hogy muzeológus voltam, rendezvényeket kellett szerveznem, és kihívás volt számomra, de egy életformát kellett változtatni emiatt, ugyanis majdhogy nem heti 7 napból 7-et, de 6-ot mindenképpen a faluban töltöttem, és próbáltam abban az időszakban, közel 2,5 éven keresztül a rendezvényeket, a cégekkel való kapcsolatot ápolni, erősíteni, hogy minél többen ismerjék meg a múzeumfalut, és minőségi rendezvényeket tudjunk bemutatni. Aztán egy kis pauza történt az életemben, hiszen 3. gyermekem született, és utána visszajöttem, mint múzeológus végre, és a szakmának szentelhettem az időmet, és akkor éreztem azt, hogy itt az ideje megpályázni, akkor ezt a lehetőséget, és hát így elnyertem, és elindult az év azzal, hogy én vezethetem a múzeumfalut. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy végül is jó előszele volt maga a marketinges tevékenység a direktori feladatkör előtt, mert elképzelhető, hogy olyan kapcsolatrendszert építettél ki, amit talán most majd a jövőben kamatoztatni is lehet. Van egy ilyen aspektusa ennek a dolognak? Biztosan, hogy van egy ilyen része is ennek a dolognak, hiszen fontos volt az, hogy megismerjem Nyíregyházát. Nyíregyházán a prominens személyekkel találkozhattam ezáltal, és már nem lesz idegen az, hogy kommunikálhatunk újra, és hogyha megengedi végre a pandémia is nyitott a múzeumfalu, akkor újabb lehetőségeket tudjunk felajánlani minden területen. Nem csak itt a vállalkozók felé gondolok, hanem fontos az, hogy az oktatási intézményekre újra kapcsolatba kerüljünk. Hát most gondoljunk bele, 1 éve nincsenek múzeumpedagógiai foglalkozásunk effektíve, majdhogy nem 2 tanével úszik azzal, hogy az iskolásokkal sokat találkozhatunk. Nyáron találkozgatunk táborokkal, de azért a múzeumpedagógiai tevékenysége most egy múzeumnak sem működik. Úgyhogy frissülnünk kell nekünk is, és ezt a kapcsolatrendszert frissíteni kell majd a jövőben, és természetesen kutatók felé is újra nyitnunk kell, felsőoktatási intézmények felé is nyitnunk kell, és kapcsolatokat kell velük is építenünk, és természetesen fontos, hogy Nyíregyháza városa felé és megyénk felé és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felé is megmutassuk azt, hogy mi vagyunk a Sóstói Múzeumfalu piciben, a megye falusi életét mi itt meg tudjuk mutatni Sóston. Amikor általában egy szervezet élére új vezető kerül, akkor egy picit a saját ízlését, a saját habitusát is megpróbálja beleszőni a munkájába. És ugye itt van a múzeumfalu, ahol azért nagyon fontos, hogy közben a gyökerek, az identitás az megmaradjon. Ezt hogy tervezed? Mennyire próbálsz megújítani mondjuk akár koncepciót, akár elképzeléseket, és mik azok a hagyományok, amit mindenképpen szeretnél továbbvinni? Vannak hagyományok, amit kell ápolnunk, el is várja a látogató tőlünk, azonban azt is fel kell fogni, hogy óriási változáson ment keresztül a múzeumi terület az elmúlt 10 évben, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk annak ellenére, hogy megvan a profilunk, tehát egy szabadtéri néprajzi múzeum vagyunk, és én számomra a kutatás mellett az is nagyon fontos, hogy a kutatásokra alapuljanak az interpretációs és ismeretátadó tevékenységeink is, és azt többször is elmondtam, és nem titok az, hogy az ismeretátadás nekem nagyon fontos, mert az a tapasztalat, hogy nem értik a falut, és kihal az a generáció, aki még valamilyen köze van a régi falusi világhoz, Tehát a mai generációnak át kell adjunk, hogy mit is mutatunk be azzal, hogy miért úgy van egy abrosz leterítve, miért van egy tányér vagy egy kanál úgy. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy interpretáljunk, fontos az, hogy élőként mutassuk be a falut, és ehhez az önkéntes tevékenységet fogjuk majd igénybe venni. Ez egy nagyon fontos vonulata lesz a jövőben a múzeumfalunak, hogy minél több önkéntes, hagyományőrző a múzeumfalut birtokba vegye és élővé tegye. Nem tudom, hogy jóslatokba lehet-e bocsátkozni, de mégis milyen reményeitek vannak, mikor nyithat a falu, legalább így egy picit résnyire, mikor nyílhatnak az ajtók? Hát, mi reménykedünk a húsvéti locsolásban. Nagyon reméljük, hogy húsvétkor megnyitunk, aztán meglátjuk, hogy hogyan engedi, de minden egyes időszakra készülünk. Nagyon fontos az, hogy már most lássunk előre. Ha nem húsvétkor, akkor várjuk a következő időpontot, amikor a jogszabályok megengedik, hogy kinyitassuk. Azt azért hozzá kell tennem, hogy rengetegen érdeklődnek, hogy egy egészségügyi sétát miért nem tehetnek a múzeum faluban, mert hogy szép a falu ilyenkor is, télen is, már a tavasz elején is, úgyhogy hát most sajnos még zárva kell lennünk, reméljük, hogy hamarosan ez megszűnik. Hát mi is reméljük a legjobbakat, és neked pedig tényleg sok sikert kívánunk, jó egészséget, és szép előrehaladást ezekben a tervekben. Köszönjük, hogy itt voltál. A múzeumfalu után a társintézménnyel, a Jósa András Múzeummal folytatjuk, amelynek a régészeti gyűjteménye bronzkori leletekkel gazdagodott. A tárgyakat, ha minden jól alakul, nyáron már a látogatók is megtekinthetik. Régészként is az ember azért elég sokat álmodozik róla, hogy majd egyik feltáráson egy ilyen tárgyat talál a saját kontextusába. Tehát az úriember az 3 ilyen tárgyat is talált az elmúlt években, úgyhogy irigykedünk is rá egy kicsit, hogy még sokunknak nem volt ilyen beélménye. Igazából már az is szenzációsnak mondható, hogy az úriember a legelső tárgyat körülbelül 10 évvel ezelőtt találta, és ugye hát nem ismerte föl, hogy régészeti korú tárgyak, ezért nem is nagyon foglalkozott vele. És a nyár folyamán, a múlt nyár folyamán, amikor még lehetett múzeumokat látogatni, akkor az Egri Vár Múzeumban látott a kiállításban hasonló tárgyakat, és akkor rádöbbent az úriember, hogy otthon neki is vannak ilyenek, és akkor ezután szerencsésen felvette velünk a kapcsolatot, és átadta nekünk a leleteket. A leletek lelő körülményeiről ugye annyit kell tudni, hogy szántóföldeken kerültek elő szántás közben. Igazából még az időjárás nem engedte, hogy a helyszíneket is megnézzük, de mindenképpen meg akarjuk a lelőkörülményeket is vizsgálni, és még megvan rá az esély, hogy további leletek fognak előkerülni a lelőhelyeken. Amint bekerülnek hozzánk a tárgyak a múzeumba, akkor ugye bevesszük a gyűjteménybe, a restaurátor kezébe kerül, és onnantól kezdve a restaurátorok a fémeken, ezeken a fémtárgyakon keletkezett patinákat letisztogatják. Még reményeink szerint az egyik tárgyon lehet, hogy még díszítés is fog előkerülni, hiszen elég vastag patina van rajta, ami esetleg kisebb, finomabb díszítéseket el is takarhat. Bár ha nem kerül elő díszítés, mi akkor is nagyon örülünk a tárgyaknak, és miután a restaurátorok helyrehozták, amit az idő nagyon kegyetlenül elintézett a tárgyakon, azt követően ugye leltározásra kerülnek, kapnak egy leltári számot, és akkor leírjuk a leleteknek a méreteit, megpróbáljuk meghatározni, hogy pontosabban melyik időszakból származik. Már így első ránézésre nagyjából tudjuk, hogy a Krisztus előtt 1300 és 1100 környékére tehetőek ezek a tárgyak, és ugye a restaurálás után ezt valószínűleg pontosítani tudjuk majd jobban. Ebből az időszakból nem maradtak ránk a Kárpát-medencéből származó írott források, úgyhogy igazából mi csak az akkori tért embereknek a tárgyait találjuk meg, mint ezeket a bronzeszközöket, és ezekből a tárgyakból, illetve lakóépület maradványokból, amiket ők hátrahagytak, akár egy gödröt, amit teledobáltak a saját szemetükkel, mi ezekből próbáljuk meg nagyjából kitalálni azt is, hogy milyen jellegű társadalmi berendezkedésük volt. Azt lehet látni időnként, hogy mondjuk egyes tárgytípusok vagy nyers anyag elterjedése mondjuk elindul keletről vagy délről, és szép lassan eljut a Kárpát-medencébe, de így itt is csak a tárgyak mozgásáról beszélhetünk, és nem feltétlenül népességmozgásokról, bár az egyik nem zárja ki a másikat, úgyhogy igazából ez valószínűleg egy örökké nyitott kérdés maradt, hogy milyen népesség is lakott itt a Kárpát-medencébe Krisztus előtt 1300 tájékán. Hát annyit hozzá lehetne tenni, hogy könnyebb így elhelyezni az idő léptékén ezt az időszakot, hogy a nemzetközi kutatás ugye a trójai háborút is nagyjából erre a Krisztus előtt 1300-1700 év körüli dátumra teszi. A tárgyaik alapján nagyon jól látszik, hogy semmivel se voltak lemaradva a világ más tájain élő emberektől. Igazából több olyan félműves központ is van Európában, amikből kisugároztak ezeknek a tárgyaknak a környező részekre. Itt a Kárpát-medencében elsősorban a Felső Tisza vidékére és erdélyi medencére tesznek ilyen bronzműves központokat, ahonnan nagyobb környezetbe elterjedtek egyes tártípusok. Hát én a Felső Tisza vidékéről terjedtek el akár Szlovénia környékére is egyes tártípusok, de ugyanúgy azon a környéken is voltak hasonló bronzműves műhelyek, onnan meg ebbe az irányba terjedtek el egy-két tárgy. Szóval akkoriban azt lehet mondani, hogy szinte majdnem a mai világhoz hasonló globális kereskedelem, cserekereskedelem folyik itt a világban. Amit a földben találunk, legyen az mind ásványi kincs, mind régészeti emlékek, az ugye eleve az állam tulajdona, ezért kötelességünk beszolgáltatni, ha találunk valamit. A múzeum régészei tavasszal visszatérnek Fábián házára a lelőhely vizsgálata és további esetleges feltárás céljából. A bronzkori tárgyakat egy kisebb tárlat keretében június 11-től a látogatók is megtekinthetik Nyíregyházán. A következő percekben jubilálunk, ugyanis megjelent Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza 20. sportévkönyve, velem szemben pedig az összeszokott szerzőpáros Bodnár Tibor és Hájer Zsigmond. Sziasztok! Az jutott eszembe egyébként, hogy Starsky és Hatch, vagy Mohai és Páfrány, vagy Kökölszi és Bobolysza. Minden esetre azért a 20 év, azt gondolom, hogy már házasságból is egy nagyon szép kerek évforduló. Mi ráadásul ugye egy nagyon termékeny 20 esztendő, hiszen minden évben megjelent a sportévkönyv. Egy kicsit kanyarodjunk vissza akkor 2000 környékére, hogy egyáltalán hogy találtatok egymásra, és hogy jött az ötlet, hogy a munkáitokból egy ilyen évkönyv készüljön? Egy picit 20 évnél vissza kell menni, már az összeszokottságról volt szó, azt hiszem egészen pontosan 1993 vagy 94-ben kezdtük el együtt dolgozni a Kelet-Magyarországnál, és Tibi már akkor ott dolgozott, én akkor kerültem oda, és a könyv ötlete pedig, hogy rövidre fogjam, onnan jött, hogy egy éve korábban jelent meg egy közös munkánk a Nyírség Spartakusz, azt nem akkor azon a néven volt, igen. A Sparry Story címmel azt az időszakot dolgozta fel, amikor feljutott a csapat az emberbe, majd kiesett, és úgy kezdtünk el utána gondolkodni, hogy mit lenne érdemes csinálni még ebben a témában, mivel mind a ketten sporttal foglalkoztunk, meg amúgy is közel állunk a sporthoz, és akkor a városban sétálva találkoztunk egy ismerőssel, elkezdtünk beszélgetni. Akkoriban még nem volt ilyen gazdag, és mindennapjaink része a világháló, úgyhogy találkozott valaki az emberrel, akkor mi újság a sportban, mi újság a focistáknál, kosarasokták, éliseknél, és ő dobta be, hogy úgyis állandóan ezzel foglalkozok, mindig ez van a fejetekben, mindig erről beszélünk, mi nem csináltak egy sportévkönyvet. És azt követte a tett, amiről majd TV a kezdetekről bővebben. De gondolom egyébként, ha már itt említetted, hogy nem volt világháló, hát a technika is egészen más volt, tehát azért nem volt olyan egyszerű összerakni akár egy cikket sem. Milyenek voltak a kezdeti lépések, vagy akkor hogyan dolgoztatok? Ezen jókat mosolygunk, mi konkrétan az első az valamikor nyár végén volt ez a találkozás, ami Zsiga is említett az ismerőssel, és egészen pontosan emlékszem, hogy október 23-án léptünk a tettek mezőjére, hogy az év addig eltelt eseményeit feldolgozzuk, és ezért még nyitottak legyünk a hátralévő időszakra is. Hát nyomtattam ki a cikkeket, eredményeket, hol bent, hol vittem haza, ültünk a nappalinkba, és én irat hegy tetejéről próbáltuk össze illeszteni odaillő sportot, így van. Aztán utána Nyilván ez a technika fejlődésével ez már jóval egyszerűbb, meg hát ebből tanulva azért nem, tehát nem október 23-án kezdődik most fel, hanem már most készül az ez évi is. Hát 20 év alatt rengeteg minden történt. Ha a legekben gondolkodunk, a legkülönlegesebb sporteseményekben, és most elsősorban a pozitívumokra gondoljunk, mert ugye például pont ennek az évnek a szomorú aktualitása, Sitku Ernő halála, azt gondolom, hogy szinte egy feldolgozhatatlan veszteség, bár őt a 2008-as évkönyv címoldalán is látjuk, ez az év azért emberi tekintetben ugye sajnos nagy veszteségeket hozott, akár a sport, akár a zenei életben, de hát a hétköznapi emberek sorsában is. Viszont 20 év alatt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szép dolog is történt, és kimagasló sportesemény. Igen, még maradjunk már ez picit sajnos a negatívumoknál, mert ugye Ernő van a címlapon, de a másik három sportemberről is meg kellett emlékeznünk. Ugye a Batai Jancsi közös kollégánk is távozott tavaly, Salai Józska bácsit, akit rengetegen ismernek, kosárlabda testnevelőként, és Mester Gyula bácsi, aki szintén ökölvívás testnevelő tanárként rengeteg fiatal nőtt fel a kezei alatt, de látva a pozitívumokra, itt a könyv hátlapján itt van a 20 címlap, és csak a és itt is, és ha ezekre rápillantunk, akkor én gyorsan mondok hármat, aztán Tibi is hármat, ha itt ránézek, itt van Kovács, itt azért egy Európa-bajnoki cím, volt olyan évünk 2004-ben, amikor 5 olimpikont tudtunk adni a magyar csapatba, és picit hátrébb, ha tekintek, akkor mondjuk egy paralimpiai bronzérem 2016-ból. Egyébként mennyire különleges egy ilyen kiadvány, mondjuk országos tekintetben? Hát akkor 2001-ben, amikor az első megszületett, akkor teljesen egyedülálló volt, tehát megyében, egyik megyében sem tudtunk róla, talán Budapestnek volt, vagy később. Azóta sem tudunk sokról, de hogy ilyen egyvégtében 20 megjelenjen, olyan biztos, hogy nincs. El szoktuk mondani, hogy a minta az a nagy sportévkönyv, ami a Magyar Olimpiai Bizottság gondozásában jelenik meg már a 80-as évektől, azt szerintem mindkettőnknek a polcán főhelyet foglalnak el. Nyilván más ez egy kicsit szárazabb, eredménycentrikusabb, ott ugye azért újságírók írják meg a maguk évi sztoriaikat, de valahol ezt a nyomot próbáltuk követni, és amikor emlékszem, hogy egy barátunknak egyszer elvittük, illetve hát a barát mondhatjuk Buzsuri bácsinak, szegénynek 2009-ben halt meg, és azért róla is megemlékeztünk akkor, hogy mikor vittük neki a másodikat, akkor mondta, hogy gondoltam, hogy nem azért csináltátok egyet, hogy majd ne legyen második, mert hogyha az ember sportkönyvet, évkönyvet csinál, akkor abból legyen azért több. Egyébként vannak olyan megszállottak, akik ugyanúgy mind a 20-szal rendelkeznek, mint ahogyan ti is nyilván? Vannak egyébként, igen. Tehát gyakorlatilag az elejétől, mikor elindult, ha mi meg is feledkezünk róluk, akkor jelentkeznek, hogy ott van a polcon, ez még hiányzik. Tervezitek-e azt, hogy valamiben más lesz mondjuk a következő sportévkönyv? Ha már itt említetted, hogy vannak ugye interjúformák mondjuk más kötetekben, vagy pedig ez egy jól bevált forma, amit szívesen visztek tovább? Nem, egyrészt azért vannak terjedelmi korlátaink is. Formailag azért nem biztos, hogy meg szeretnénk újra, mert jól mutat így a polcon, ahogy gyarapodik. És azért pont azért, hogy az interneten keresztül most már tényleg nem tudunk lemaradni eredményről, meg kimaradni belőle semmi, azért itt kérdezték is a kollégák, hogy mitől vaskosabb egy-egy példány, hát azért, ahogy mentünk előre az időbe, úgy került bele egyre több minden, meg hát legyünk pozitívak, talán lehet a megyei sportélet is gazdagabb lett. Úgyhogy magam részéről maradnék ennél, hát nyilván azért próbálunk megújulni. Igen. Amennyi változás van, hogy azért sajnos vannak olyan sportágak, amelyek eltűnnek, viszont másik oldalon meg vannak olyan sportágak, amelyek belekerülnek, mert olyan eredményeket érnek el, ami belekívánkozik. Egyébként, amikor itt leültetek, akkor szinte Tibi kénytelenül szagláztad ugye a friss könyvet, és én azt gondolom, hogy pont egy tudósító sportriporter vagy sportszerkesztő, és kicsit a pillanatművészet, mert egy meccs az érdekes aznap este, vagy még egy hétig, de nyilván jön a következő. Viszont ez megmaradt, tehát valahol az embernek az a fajta vágya, hogy alkosson, és annak tényleg maradandó nyoma legyen, az ebben a formában a ti életetekben is megvalósulhat. Úgyhogy... Hány és hány fogadást döntöttünk már el azzal, hogy hívtak a telefon, és akkor leemeltük a polcról, ha esetleg nem ment saját kútfőből, akkor itt volt a példa. Van a nyoma. Hát gratulálunk szívből, és legalább még 20 vagy 30 kötetet így együtt. Köszönjük szépen. Magyarországon 1997-től február 1-e a Civilek napja. A jeles nap alkalmából 2020 óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is díjazzák ezt a munkát. Idén egy kálmánházi, egy máriapócsi és egy beregszászi civil kapott elismerést. A civil díj célja, hogy elismerjük azokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, illetve a megyével határos területeken működő civil szervezeti vezetőket, aktivistákat, személyeket, akik nagyot alkotnak, meghatározót alkotnak a megyében. Szakmai zsűri dönti el, az elv az az, hogy egy külhoni és két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tevékenységet végző civil kapja. Tavaly évben egy szatmárnémeti civil vezető kapta, idén egy kárpátaljai, azt gondolom, hogy ez is mutatja, hölgyek is vannak minden évben, de a zsűri a saját szakmai szempontjai szerint dönt. Melyek ezek a szakmai szempontok? A helyben, a helyi civil életben végzett tevékenység az egyik ilyen szakmai szempont, a másik a megyei komplexitásnak a látása, a harmadik ilyen civil szektor az időbeliség, hogy azért olyan személyeket próbálunk, akik már hosszú ideje, több éve, évtizede művelik ezt a szakmát, és azt gondolom, hogy szintén fontos az, hogy ott a településen, vagy ott a térségben, köztiszteletben álló és térségileg elismert civil szervezetet és személyt díjazzunk. Ebben az évben 3 díjazottat díjaztunk, egy kárpátaljai civil szervezeti embert, Marosi István atyát, aki ott Kárpátalján alkot nagyot, abban a görög-atrújkus civil világban, aminek az egyik motorja az ifjúság, a tudomány, az oktatás területén leginkább, és a görög-atrújkus örökségnek a megőrzése, az identitás ápolása területén. Miért fontos manapság a civil embereknek és a civil szervezeteknek a munkája? Több mint 2 évtizedet visszamennék, és akkor talán jobban érthető lesz. Nyíregyházán jártam teológiára, és itt végeztem a papnevelő intézetben, és az itteni tanáraimtól azt tanultam, hogy az egyháznak jelen kell lenni a társadalomban, és ilyen értelemben nem kivonulunk, hanem igyekszünk a társadalmi életben is részt venni az életnek a különböző területein. És azt gondolom, hogy azt a lelkületet, amelyet az egyház képvisel, azt így tudjuk bevinni azokba a közösségekbe, ahol jelen vagyunk, ahol együtt élünk, és nem szétszakad ilyen értelemben a társadalom, és a civil társadalom is, hanem együtt munkálkodunk. Amellett, hogy a főiskolának, a Beregszászi Főiskolának, a Görög-Atrújkus Főiskolának része vagyok, a Nagycsaládosok Egyesületének is az elnökségi tagja alapítástól kezdve, és ott is fontosnak tartjuk, hogy ezt a lelkületet, ezt a tevékenységre, szellemiségnek a megélésére irányuló lelkületet tudjuk továbbvinni, adni és hát szélesíteni. Mit jelent most ez a civil díj a továbbiakra nézve? Hát az ember számára minden díj elismerés, nem kaptam még túl sokat, tehát számomra ez egy kicsikét ilyen új érzés, és kár, hogy egy személy kapta meg, de igazából az elmúlt éveknek, évtizedeknek, amit Kárpátalján dolgoztunk, annak minden munkatársa beletartozik ebbe a díjba, és gyakorlatilag ugye rájuk is nagy-nagy szeretettel emlékezem, most amikor megköszönöm, és a feleségem, aki nagyon-nagyon sokat jelent számomra, hogy nem kivon a tevékenységből, hanem ösztönöz, és hát ilyen értelemben azt gondolom, hogy az embernek mindig egy visszajelzés, hogy jó az az út, amelyiken halad. A másik 2 díjazott az megyebeli díjazott, az egyik díjazott az Vonáné Pásztor Éva, a Máriapócsért Alapítvány vezetője, aki legalább egy évtizede Máriapócson a civil mindenes, és ott a civil világnak, a polgárőrségtől, a nyugdíjas világig, a ruszinoktól, a Máriapócsért Alapítványig, vagy épp a sportig összefogja és koordinálja azt a civil munkát, ami a településen működik, és vezeti is a település legemblematikusabb civil szervezetét. 10 éve a Máriapócs Alapítvány elnöke is vagyok. Nagyon sok olyan projektünk van a megyében, sőt határon túl is, ami a civil szervezetek működését, támogatását és projektek finanszírozását támogatja. Ezen felül több éve részt veszünk országos önkéntes projektekben is. A Teszed napot minden évben megszervezzük önkéntes jelleggel, minden évben az általános iskolába, idősek otthonába önkéntes festést tartunk, tehát olyan tevékenységeket iparkodunk támogatni, amivel a civil embereket be tudjuk vonni a közösségi életébe. Ez mennyire nehéz feladat szerinted? Nekem nagyon nagy szerencsém, ha megmondom miért, mert azon felül, hogy van 5 nagyon jó munkatársam, akik minden egyes kitalált projektre, ötletre segítőkészen jönnek és ugranak és csinálják velem együtt. Ezen kívül Máriapócson nagyon sok civil szervezet van. Ezek a civil szervezetek tudják, hogy a mi intézményünkben mindenféle segítségért fordulhatnak. Elkészítünk nekik a pályázatokat, koordináljuk a pályázatokat, közös projekteket hajtunk végre. Tehát van Máriapócson egy olyan összefogás a civilek körében, az emberek körében, ami szerteágazó tevékenységi köröket lefed itt a településen, és ez a közösségnek a mozgatórugója itt Máriapócson. És hát gyakorlatilag ezeket te koordinálod? Igen, intézményvezetőként, meg nyilván az alapítvány munkáját is eleve én koordinálom elnökként. Itt úgy kell elképzelni ezeket a civil szervezeteknek a segítését, hogy például a nyugdíjas egyesület, ők különböző rendezvényeket, határon átnyúló projekteket hajtanak végre, kirándulást, tehát voltak már Ukrajnába, Erdélybe, az országot járják, de ugyanúgy a ruszin nemzetiségi önkormányzat, de nem tudják azt koordinálni, hogy egy megnyert pályázatot hogyan kell végigfuttatni. Tehát ebben teljes szakmai segítséget nyújtunk. És ennek a koordinációs tevékenységnek az elismeréseként kaptad te most a civil díjat. Igen. Mit jelent ez a számodra? Megmondom őszintén, nagyon-nagyon meglepetés szerint ért a díj. Engem a főnököm, Pap Bertalan polgármester úr jelölt a díjra, és nagyon nagy meglepetés volt, és nagyon-nagyon jól esett. Az az igazság, hogy én 25 éve dolgozom itt a közművelődésben, és még ilyen elismerést még nem kaptam. Picit az embert arra biztatja, hogy még többet dolgozom, és még többet tegyen a településért és az itt lakókért. Barátné Bosák Erzsébet, aki Kálmánházán, a megy egy másik szép szegletében végzi az áldozatos civil munkát. Nagyjából így rakódik össze az idei civil díj, a díjazottak, és én a hála és a köszönet hangján tudok csak feléjük szólni, hiszen egy nagyon fontos munkát, fontos küldetést végeznek. Alapítványunk 2001. júniusában alakult, immár 20 éve végezzük ezt a folyamatot folyamatosan. 5 állandó alkalmazottunk van, ezek mellett 12 önkéntes segíti a munkánkat. Kezdetben egy pincében hoztuk létre, és azóta évről évre sokat fejlődtünk, jelenleg ott tartunk, hogy bölcsőde működik a gyermekeknek, információszolgáltatás a teleházban, ez azt jelenti, hogy fénymásolás, nyomtatás, faxolás, és ezen túlmenően lakossági pályázatokat is írunk. Ilyen volt például a mosógép cserepályázat, vagy a hűtőgép pályázat. Jelenleg most ugye regisztráljuk a lakosságot a COVID-oltásra, ez iránt is nagy az érdeklődés, tehát olyan a tevékenységünk, hogy mindig a hiánypótlásra reagálunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lakosság igényeit kielégítsük. Korábban tervben volt egy gyógynövénykert is, ez a projekt hogy halad? Igen, való igaz, gyógynövény termesztéssel is foglalkozunk, igaz, hogy kis tételben, de várjuk azt a pályázatot, amelyik lehetőséget nyújtana arra, hogy bővítenénk ezt a kigondolt gyógynövénytermesztést olyan formában, hogy szárítás, feldolgozás és értékesítés lenne. Kedves nézőink, ennyi volt már a Weekend. Ha valamiről lemaradtak, vagy újra néznék a műsort, a Kölcsey Televízió magazinok YouTube csatornáján ezt megtehetik. Találkozunk jövő héten ugyanebben az időben, addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra!